Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják március 27-én pénteken. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Ajkán járt Lengyel László politológus. Elismerésben részesültek a tavalyi év legjobb sportolói. Ajkán is változhatnak az utcanevek. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Fenyvesi Zoltán a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje tartott szerdán sajtótájékoztatót és lakossági fórumot Ajkán. A nemzetgazdasági miniszter az adósságállomány csökkentését és a foglalkoztatás bővítését nevezte a kormány legfontosabb céljainak. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy jelenleg a GDP 76,9%-a a magyar államadóság aránya, ami jelentős csökkenést jelent a 2010-es több mint 80%-os arányhoz viszonyítva, így az ország sebezhetősége nagy mértékben csökkent. A foglalkoztatás bővítése terén is jelentős az előrelépés, hiszen 2010-ben közel 12%-os volt a munkanélküliség, ami 2015-re 7,4%-ra csökkent, tette hozzá. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz-KDNP tapolcai időközi országgyűlési választásokon induló képviselőjelöltje, kifejtette, bár Ajkán ma 3%-os a munkanélküliség, azonban addig van tennivaló, míg van olyan ember, aki dolgozni akar, de nincs erre lehetősége. Kiemelte, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter látogatása azt jelképezi, a kormány komolyan gondolja a további munkahelyteremtést Veszprém megyében is. Az LMP a kis és a közepes vállalkozásokat fejleszteni, hangzott el tegnap a párt ajkai sajtótájékoztatóján. A kis és a közepes vállalkozások fejlesztését, valamint a munkahelyteremtést nevezte az LMP legfőbb céljának Sallaier Benedek, a párt országgyűlési képviselője tegnapi ajkai sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus azt mondta, hogy pártja nem politikai babérokra tör, hanem az emberi értékeket helyezi előtérbe, hiszen jó társadalmat csak jó emberekkel lehet építeni. Hozzátette, az LMP által meghirdetett zöld beruházási alap, valamint a zöld munkahelyek programja az energiahatékonyságot és a helyben történő munkahelyteremtést célozza. Szali Barbala, az LMP-nek az április 12-i tapolcai időközi országgyűlési választáson induló képviselőjelöltje közölte, fontos, hogy ne a régi megbukott módszereket helyezzük előtérbe, hanem új megoldásokat válasszunk az energiafelhasználás területén. Pat Ferencnek, az MSZP országgyűlési képviselőjelöltjének meghívására tegnap Ajkára látogatott Lengyel László politológus. A Szabadidőközpont konferenciaterme zsúfolásig megtelt az ismert közéleti személyiség előadásán, ahol elsőként a rendezvény házigazdája, Pat Ferenc köszöntötte a megjelenteket. Lengyel László először a közelgő választásokról beszélt, ecsetelte az esélyeket és a lehetőségeket a jelenlegi ellenzék számára, és értékelte a kormányzat tevékenységét a baloldal szemszögéből. Ezután a hallgatóság által feltett kérdésekre is felelt, majd a TV Ajkának adott interjút. A mostani választáson szinte kivétel nélkül mindegyik jelölt a kis emberek, a dolgozó emberek, a kékkezi munkásoknak az érdekét tűzte a zászlajára. Ezt eddig sehol így itt sem fogalmazták még meg ilyen nyíltan és egyértelműen. Eddig ugye az emberekről volt szó, mindig a polgárokról volt szó. Most mi változott? Hát azt hiszem, hogy rájött valamennyi párt. Valószínűleg ebben a veszprémi választások, de részben az újpesti választások is vezették, hogy az egyik nagy kiábrándulás a Fideszből, a kormányzatból az, hogy a mindennapi élet, az emberek napi gondjait azt valójában nem kezelte. Tehát látszatokkal vagy gazdasági kompenzációval altatta el a választóit. De hogy a mindennapokban az elmúlt 4 év, fél év lényegében rosszabb helyzetbe hozta azokat, akik bizakodtak, hogy azok a városok, amelyeknek azt ígérte, hogy mindjárt kijönnek a válságból, ma rosszabb helyzetben vannak, mint voltak. A bennük élők nem érzik magukat nagyobb biztonságban, nem érzik magukat magasabb foglalkoztatással és jobb bérekkel, hogy a gyerekeik, unokáik elmennek Nyugat-Európába dolgozni. Ez egyszerűen az a csalódás, amit most minden párt
érzékelni kezdett, és mivel a tetejében az ellenzék azzal volt elfoglalva, hogy egymást pofozta. Ennek következtében az ellenzéket is azt hiszem, hogy azért büntették 2014-ben a választásokon a kisemberek, mert úgy érezték, hogy valami egész mással törődnek, nem velünk. Na most talán éppen először jelentek meg az ellenzékben olyan jelöltek, akik úgy gondolják, hogy hát legalább ismerjük meg, hogy miről gondolkoznak. Legalább tudjuk, hogy itt egy kis faluban, ahol nincs munka, ott mi lehet az az alapvető gond, amit nekem változtatnom kell, és nem elég lozongokat mondanom. Lengyel László végül dedikálta a könyveit a jelenlévőknek. A politológussal készült teljes interjút hétfői magazin műsorunkban tekinthetik meg. A tavalyi év legjobb sportolói tegnap délután vehették át a teljesítményükért járó kitüntetéseket a Városháza tanácskozó termében. Városunk önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan idén is elismerésben részesítette azokat a sportolókat, akik a tavalyi évben hazai, illetve nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményt értek el. A helyi sportegyesületi vezetők javaslatai közül az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság választotta ki azokat, akiknek az önkormányzat az év legjobb sportolója elismerést adományozta. A megjelenteket Utasi István, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke köszöntötte és adta át a díjakat számukra. Az év három legjobb női és férfi sportolóján kívül elismerést kapott az év három legjobb csapata, két szenior versenyző, valamint három edző, továbbá két külön díjat is kiosztottak. Az ünnepségről szerdai sportmagazinunkban láthatnak bővebb összeállítást. Több tiltott, illetve nem javasolt közterület elnevezés megváltoztatására várja az önkormányzata véleményeket és javaslatokat. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely 20. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül hat. Ajkán a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása értelmében tiltott, illetve nem javasolt utcanevek a következők. Tiltott a Frankelleo utca, Fürth Sándor utca, Lővi Sándor utca, Úttörőtérés utca, Partizán utca. Nem javasolt az Élmunkástelep, Hámánkató utca, Marsz Károly utca, Ságvári Endre utca. A város önkormányzata kéri az érintett területeken lakcímmel rendelkező lakosságot, hogy juttassák el a felsorolt közterület elnevezések megváltoztatására tett javaslataikat vagy véleményüket a Városháza földszintjén található ládába április 4-éig, vagy küldjék el a városépítés@hivatal.ajka.hu e-mail címre. Már folynak a Bányás sportpálya felújítási munkálatai. A Bányász pálya teljes rekonstrukciójára még tavaly nyert pályázatot az FC Ajka. A Sportegyesület társasági adó támogatásra pályázott a látványcsapatsportok támogatási rendszerében. A Bányász pálya főpályáját öntözőrendszerrel és gyepszőnyeggel újítják fel, valamint korszerűbb futópálya várja a felújítást követően a sportolókat. A főpálya mellett egy műfüves, kispályás játéktér is szerepel a nyertes pályázatban, ami az egyik bitumenes pálya helyén valósul majd meg, új lehetőségeket teremtve a tömegsport és a kispályás labdarúgás számára. Az átalakítással az épület a női csapat és az utánpótlás számára is teljes mértékben megfelelő lesz. A pályázat a főépület teljes felújítását tartalmazza, az alsó szinten 6 öltöző és fürdőhelyiséget, az emeleten pedig klubszobákat alakítanak ki. A külső munkák közül a fal színezése van hátra, a belső munkák is jól haladnak, a falak állnak, folyik a gipszkartonozás, az ajtók betétele, a festésmázolás. Készül a kerítés is, a bozótot már kivágták. A 6 részből álló szülők iskolája második előadását hallgathatták meg az érdeklődők tegnap délután a Babucsa civilházban. A programot az Otthon Segítünk Alapítvány és a Napműhely szervezte Rapai Judit coach vezetésével. Az előadó dr. Pollák Éva gyermekgyógyász és gyermekgasztroenterológus a gyermekek egészséges táplálkozásra neveléséről beszélt, több táplálkozással kapcsolatos témára is felhívta a figyelmet.
Szó volt többek között a vitaminbevitelről, az életkorral változó étkezési szokásokról, az allergiákról és azok kiváltó okairól, vizsgálatairól. A különféle érzékenységekről, különös tekintettel a lisztérzékenységre. A doktornő beszélt a 2009-ben Ajkán bevezetett szűrővizsgálatról, amit az önkormányzat segítségével valósított meg. Mint mondta, a legjobb módszer az ételallergia megállapítására, ha egy hónapig kerüljük azokat az ételeket, amelyek az allergiát okozhatják. Kiemelte, hogy figyelni kell a tüneteket, és a diétát szigorúan be kell tartani. Ha a családban valamelyik szülőnél vagy testvérnél már kialakult az allergia, akkor előfordulhat a kisebb gyerekeknél is. Március 25-én a Városi Múzeumban tartotta soron következő foglalkozását a Pedagógus Nyugdíjas Klub. Elsőként a Székhely Óvoda Bóbita csoportjába járó öt legényke rövid műsorral lepte meg a közönséget, majd egy locsolóvers elhangzása után megöntözték a hálás hölgyeket. Ezután a névész születésnaposok köszöntése következett, majd megemlékeztek azokról a klubtársaikról, akik már nem lehetnek közöttük. Az aktuális feladatok és a közeljövőben sorra kerülő programok ismertetése után a közelgő húsvét keretében folyt a találkozó. Angermayer Judit múzeológus tartott néprajzi és vallástörténeti témájú előadást a közelgő ünnepkörhöz kapcsolódóan. A klubtagok közül többen hidegtálakkal, sonkával, tojással, süteményekkel készültek. 99 nap Indiában címmel tartott élménybeszámolót a Mangó étteremben Bajci Marianna és Zabó Kitti március 25-én. A két hölgy, akik már többször szerveztek jobb agyféltek és rajztanfolyamot városunkban is, elmondták, hogy már negyedik éve tanítanak Indiában, de most először jutottak el Észak-Indiába, egy tibeti gyermekfaluba, ahol nagyon sok megható élettörténettel találkoztak. Minden nap sírtunk, nagyon megérintő volt, mondta Bajci Marianna, aki kintlétükről naplót is vezetett, és az élménybeszámoló alatt ebből idézett a hallgatóságnak. A faluban olyan gyermekek élnek és tanulnak, akik Tibetből Indiába menekültek, szüleik nélkül, hogy biztonságba lehessenek. Az otthoniakkal sem nagyon tudják tartani a kapcsolatot, telefonhívásaikat lehallgatják, vízumot nem kapnak. Egyikük azt mondta, ugyan nehéz időket élnek, de büszkék arra, hogy tibetiek. Zabó Kitti azt a hálát emelte ki, amivel elengedték őket. A legnagyobb élmény az volt számukra, hogy rengeteget tanulhattak a gyerekektől és nevelőiktől, hisz a szerény körülmények ellenére nagy boldogságban élnek. De mindemellett ők is át tudtak adni számukra olyan fontos dolgokat, amitől talán az életük és saját maguk önbecsülése, kiteljesedése is könnyebbé válik majd. Az előadók mostani útjuk alkalmával is kaptak újabb meghívásokat a távoli országba. Legközelebb ez év végén utaznak. A Bródy Gimnázium diákjai szerepeltek legsikeresebben tegnap a városi illemtanvetélkedőn, a Nagy László Szabadidőközpontban. A vetélkedőre 17 csapat jelentkezett. A háromfős csapatok tagjai 5 feladatot oldottak meg, többek között totót töltöttek ki, szituációs játékban vettek részt és meghívót készítettek. A zsűri elnöke Oszlánszki Zsolt angol protokoll szakos tanár volt, a zsűri tagjai Kersner Lászlóné ifjúságvédelmi felelős, Bábics Valéria a Szabadidőközpont igazgatója és munkatársai Viaszné Meitzinger Katalin és Horváth Lita. Első lett a Bródy Gimnázium csapata, Németh Ramóna, Merse Boglárka és Hóbor Réka. Megosztott másodikként végzett a Bródis Csonka Otília, Simon Réka, Szent Miklósi Liliana, valamint a Bánki iskolából Lajtos Otília, Juhász Andrea és Tóth Bettina. Harmadik helyezettként kapott jutalmat a Bródy három diákja, Hoffmann Kata, Tömpe Eszter és Laca Eszter. Karate, roki, hastánc, zenekar saját dalokkal, ilyen műsorszámok szerepeltek a Bródy Imre Gimnázium 6. gála műsorának repertoárjában. Az érdeklődő diákokat, tanárokat, szülőket Mihályfi László igazgató köszöntötte a Nagy László Szabadidőközpont színház termében. A több mint egy órás műsorban kiderült, a diákok nem csupán az iskolában teljesítenek jól, nyernek tanulmányi versenyeket, hanem sokan városi sportegyesületek, klubok, művészeti csoportok sikeres tagjai. A gála egyik szervezője, Liska Bálint tanár elmondta, az iskola létrehozott egy alapítványt a tehetséges gyermekek támogatására, a bevétel az alapítvány számlájára folyik be, az összegből a versenyeztetés költségeit fedezi az intézmény.
A gála célja az is, hogy a valamely téren jól teljesítő diákokat szereplési lehetőséghez juttassák, ezáltal a diáktársaik figyelmét is felkeltsék a szabadidős tevékenységek iránt. A műsort a jelenlegi diákokból álló Rye Beasley zenekar kezdte, a Forradalom című saját szerzeményével. A végén a Dal című televíziós vetélkedőn országos ismertségre szertett Other Planet zenekar lépett fel, amelynek két tagja is az iskola diákja volt. Kedves nézőink, most pedig programajánlónk következik. A Tósok Beréndért Egyesület és a Fekete István Vadásztársaság szemétszerés szervez a Tósok Beréndi erdőben március 28-án szombaton 9-től 12 óráig. A szervezők a Balcsy-Zsilinszky utca végén várják a résztvevőket. Eső esetén a szemétszerés április 11-én lesz. Húsvét váró kézműves foglalkozást tart a Csingervölgyért Egyesület március 28-án szombaton 14 és 16 óra között a közösségi házban. A foglalkozásra alkotni szerető gyermekeket és felnőtteket is várnak, lakásdekorációt és ajándéktárgyakat készíthetnek. Március 28-án szombaton 15 órakor a Szabadidőközpontban tartanak húsvéti alkotó foglalkozást felnőtteknek. Ünnepi dekoráció készül vesszőből. Az elkészítéshez olló és metszőolló szükséges, ezeket az eszközöket kell magukkal hozniuk az érdeklődőknek. A Csikó legelői baráti kör március 28-án pénteken 15 órától közösségi programot szervez a Picur ABC melletti közösségi helyiségben. Lesz játékos közlekedésbiztonsági vetélkedő gyermekeknek, workout edzés bemutató, húsvéti készülődés, tojásfestés, dekorációkészítés és végül tombola sorsolás. Melyik óvodát választjuk címmel, az iskola kóstoló sorozathoz hasonlóan új sorozatot indít a TV Ajka. Március 23-án a beiratkozással kapcsolatos általános információkat mondja el az Ajka Városi Óvoda intézmény vezetője, majd 27-én pénteken a Székely óvodát, 30-án hétfőn pedig a Katica óvodát mutatjuk be. Elhangzik majd többek között, hogy kik lesznek az óvónénik, milyen csoportok indulnak, és az is, hogy az egyes óvodák milyen sajátosságokkal rendelkeznek. A sorozat hétfőnként és péntekenként lesz látható magazinműsorunkban a 19 órakor kezdődő híradó után. Az Ajka Városi Óvoda minden óvoda részéről készül egy-egy rövid összeállítás, az utolsó rész várhatóan április 17-én pénteken kerül adásba. Az óvodák után a bölcsődei beiratásokról is szó lesz majd. A munkanélküliek, álláskeresők Veszprém megyei egyesülete 2015. március 30-án 9 órától álláskeresési tanácsadást tart a civilházban. Tanácsadó Kósa József az egyesület elnöke és Németné Kis Tíme a programvezető. Mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Híradóval legközelebb hétfőn jelentkezünk. Friss híreinket az ajkaiszó.hu weboldalon olvashatják, műsorainkat az interneten is megtekinthetik, és bármikor visszanézhetik a tvajka.hu weboldalunkon. Kérem, tekintsék meg időjárás jelentésünket is. A viszontlátásra! Holnap már nem várható jelentős mennyiségű csapadék térségünkben, de egy-egy eső, zápor még kialakulhat. Napsütéses időben erős szél mellett délután 10-14 fokot mérhetünk. Vasárnap ismét esőre, záporokra számíthatunk. A szél kissé gyengül, de még előfordulhatnak erős lökések. Hajnalban talajmenti fagy, napközben 10 és 15 Celsius fok közötti hőmérséklet várható.